Az emberiség többször volt már elég közel ahhoz, hogy teljesen kipusztítsa magát. De volt egy olyan eset a kubai rakétaválság alatt, amikor egyetlen egy ember egyetlen egy mozdulatán múlott az egész. Sziasztok, én Levi vagyok, és ez a videó arról fog szólni, amikor majdnem kirobbant az atomháború. Történetünk 1962. október 27-én játszódik, a főszereplőnk Vasily Arkhipov. Nemzetközi vizeken Kuba mellett szolgált egy szovjet atomtenger alatt járóban, a B-59-esben. Na de ez fel volt szerelve atomfegyverekkel. És ráadásul nem is csak simán a kubai rakétaválság közepén voltunk, hanem a csúcspontján. Tehát, hogy ez éppen akkor történt, amikor amerikai kémrepülőgépek észrevették, hogy Kubába a szovjetek rakétasiklókat építenek. Hidegháborút azért hívják hidegháborúnak, mert a két nagyhatalom között a kapcsolat hideg volt. Nem volt közöttük semmilyen jellegű kommunikáció. És hogyha nem kommunikálnak, akkor nyilván a tettek beszélnek. Szóval egyetlen egy félrenyúlás és viszontlátásra. John F. Kennedy elnök döntése alapján az USA blokád alá vette Kubát. Sziget partjainál amerikai hadihajók állomásoztak, hogy a szovjetek ne tudjanak Kubába fegyvert vagy bármi mást szállítani. És emellett nem csak azt akarták megakadályozni, hogy ne legyen ott több fegyver, hanem követelték a Szovjetuniótól, hogy ezeket a rakétasilókat azonnal bontsák el. És ezek után, az események után jön képbe a B-59-es szovjet atomtenger alatt járó. Hát itt már napok óta víz alatt voltak a környéken, és az amerikaiak észrevették őket. Szóval 11 rombolóhajó, és még mellé a USS Randolph repülőgép hordozó sarokba szorította a B-59-et. Gondolták, valahogy fel kéne csalogatni a felszínre, és megmondani nekik, hogy hello, léci, menjetek már haza. Szóval elkezdtek mélységi bombákat ledobálni rájuk. Nem az volt a cél, hogy ezt a tenger alatt járót most akkor jól elsüllyesztik, felrobbantják meg mi egymás, csak az, jöjjenek fel. A B-59-es tenger alatt járó valamiért nem volt kapcsolatban Moszkvával. Nem volt meg az összeköttetés, nem tudtak egymással kommunikálni. És mivel nem volt meg az összeköttetés, és ezt nem tudták elmondani nekik, a tenger alatt járó legénysége se tudta, hogy mi az, amit robbangott körülöttük egy csomó minden. Két dolog jutott eszükbe. Az egyik, hogy vagy el akarják őket süllyeszteni az amerikaiak, vagy pedig, hogy a felszínen kitört az atomháború. Később a legénység azt nyilatkozta, hogy ez belülről olyan érzés volt, mintha egy fémhordóban lennének, amit valaki folyamatosan ver egy kalapáccsal. Nyilván be voltak szarva. És még a légkondijuk sem működött. Úgyhogy jobb hián arra jutottak, hogy valószínűleg fönt kirobbant a harmadik világháború, és egy atomkatasztrófa történik éppen. Nem tudták, mi van, csak az, hogy körülöttük kint minden felrobban, és nem tudják elérni Moszkvát. Három darab tiszt volt ezen a tenger alatt járón, és az volt a nagy helyzet, hogy felhatalmazásuk volt arra, hogy szükség esetén Moszkva beleegyezése nélkül is elhasználhatják az atomfegyvereiket. És hát mit ad Isten, volt náluk egy 10 kilotonnás nukleáris torpedó, amiről az amerikaiak nem tudtak, mert nyilván akkor nem bombázták volna őket a víz alatt. Egyetlen egy mázlia volt az emberiségnek, de az nagyon. Ahhoz, hogy ezt a fegyvert kilőjék, mind a három tiszt egyszerre kell elfordítson egy kulcsot. Hát ebből ketten azonnal azonos véleményen voltak, hogy lőjük, pörköljünk oda nekik atommal, és ráadásul az egyik a kapitány volt, Valentin Savitsky. De szerencsére volt köztük olyan, aki gondolkodott is, ez pedig a 36 éves másodkapitány, Vasily Arkhipov. Ő megtagadta a hozzájárulást, nem volt hajlandó felhasználni a kulcsát, sőt, egyesek szerint le is nyelte, hogy az egyetlen módja a kilövésnek az legyen, ha őt megölik és felvágják. Egyesek szerint tényleg lenyelte, mások szerint nem, de az biztos, hogy nem volt hajlandó a kilövést engedélyezni. Ő azt mondta, ami valóban történt, hogy ezekkel a bombákkal csak a felszínre akarják őket kényszeríteni, úgyhogy fel is jöttek. A felszínen látták, hogy hát bizony 12 igen komolynak mondható amerikai hajó vette őket körbe, úgyhogy hazaúszkáltak. Hát ami még nagyon szomorú ebben az egészben, hogy amikor hazamentek a Szovjetunióba, nem fogadták őket túl szívesen. Úgy gondolták, hogy amit ők csináltak, az szégyenteljes, és az lett volna a helyes, hogyha ott maradnak, és a hajóval együtt meghalnak. Ugyanezen a napon majdnem még egyszer kirobbant az atomháború, mert Kuba fölött lelőttek egy amerikai repülőt. De szerencsére Kennedy és Hruscsov között megkezdődtek a titkos tárgyalások, és megegyeztek abban, hogy a szovjetek a rakétákat eltávolítják Kubából, az amerikaiak pedig Törökországból. Ez volt tehát az emberiség történelmének talán legveszélyesebb napja. Hogyha tetszett ez a videó és szeretném még tőlem hasonló érdekességeket látni, akkor iratkozz fel. Következő videóban találkozunk. Szia!